Vasárnap este zsúfolásig megtelt a Temerini Szent Rozália plébánia templom. A fiatalokból álló Juventus énekkar 1996-ban alakult. Magyarországon és Erdélyben is többször felléptek már, de Vajdaságban is számos hangversenyen szerepeltek. A Juventus énekkar szemünk előtt nőtt fel, gyermekkórusként indultak, és ismerjük őket személyesen. Karácsony az ajándékozás ünnepe. Hagyományossá váló ünnepi koncertjeikkel ők is az ünnepi hangulatot szeretnék emelni. A temeriniek nagyon örülnek ennek a hangversenynek, és nagyon szeretnek ide jönni. Sokszor mondják, hogy ez nélkül talán nem is olyan igazi az ünnep, annyira megszerették, és ez valójában a mi ajándékunk az ő részükre, mert támogatnak bennünket kedves szavakkal, dicséretekkel, biztatásokkal. Az ajándékozás mellett a koncert másik célja az ünnepre való ráhangolódás. Én mindenképpen azt gondolom, hogy a mai rohanó világban szüksége van az embereknek a karácsonynak egy külső megnyilvánulásra, és ez egy kellő alkalom volt ahhoz, hogy az emberek meglássák az énekkart, és hogy lelkileg is fel tudjanak készülni az ünnepre. A karácsonyi koncertre vendégelőadót is hívnak minden évben. Idén az újvidéki Kapisztrán Ferences ifjúsági kórust hallgathatta a közönség. Számos elismerésük közül a legértékesebb a 2011-ben Budapesten átvett örökség serleg kitüntetés. Karácsonyi énekeket hoztunk, vidámabb hangzásúakat, meg komoly zenét, úgyhogy néztük, hogy népének is van, hogy változatos legyen a programunk. A koncerten Európa különböző tájairól ismert karácsonyi dalok szerepeltek. Majd közös előadásban a Mennyből az Angyal című közismert ének hangzott fel.